Itt volt a másik feke haverom, nem mutattam meg, mert ilyen álcában van. Mondta, hogy önöknél a pap szerintünk hülye. Nem, szerintem csak túlépő hatáskörét. Miért állít, hogy már a Józsi elvitte a malcinejét, meg stb. Figyelj ide, tisztelt papúr, én szeretem önt. Tudom, egy idősebb úriember, én szeretem önt, ne idegeskedje. Engem is megpróbáltak elvinni, én az Aurélnak vagyok a neje, vagy a Kovács Ákosnak, vagy nem tudjuk, lehet, hogy a Józsinak, Báskáról, aki a zöldséges. Én se hagytam. Jó, tehát hagyja már picsába az egészet, mert ha nem akarták volna hagyni a nők, akkor nem mentek volna sehova se. Hagyja már frazban, és csak energiát fetszöl bele a nagy semmibe. Hagyja már picsába. Ezt meg kell beszélni. Beszéljék meg, csak egy másodperc. Tehát, egy pillanat. Nekem van ez a hátizsákom, és ők a büdös életben nem tudták tőlem elvinni, pedig megpróbálták többször, jó? Tehát, egy pillanat, ha Józsi nejét elvitt a Marci, a Józsi is hívás, a Marci is, meg a Józsinak a neje is, mert az meg hülye volt, hát tudja már mindenki, hogy kikinek a férje, hát ez nem az Aurél, aki itt szalad, hát. Ez megint, ezek a Mancikának a férje, én sem viszont a Mancik a férjét, tehát hagyjalak már ezzel a fassága, nem olyan hülyeségekkel vannak elfoglalva. Tehát Évikém, képzeld el, mit dolgoztál? Mutatok jobbat. Ezzel szemközt így megyek, így látod, aposzti. Szemközt így sétálok, így lassan, mint a pap. Mert azért megyek lassan, hogy utolérjem, a végén még valami dokumentumokat írjadom, és én újakat akarok adni. Ezért lassan szaladok. Lassan szaladok. Képzeld el, Évike! London Borough Red Bridge. Foggalmunk is mi az, mert egy tónál találtam én Red Bridge-et. Ilyen van odaírva. 22-26 Clements Road, Staff Only, Access Restricted. Cashiers Closed. Kérem szépen, hajszik, ha nem. Mindjárt megnézzük. Our cash office is now closed. De azt mondja, parking ticket. Hajszik, ha nem, ez volt a tax office. Ez a helyi APEC. Ugyanígy be van zárva. Tehát szeretném felhívni a pap figyelmét, hogy itt ilyen kurva nagy gáz van, egy deka rendőr nincs sehol, jó? Totál anarchia van, szájba baszom ezt a csávót, pillanat, ezek leszarják. Jó, tehát az roppantúl fontos, de hogy egy mocskos kurva állatot, akinek az a neve, hogy Mancika, két csávó jobbra-balra rángatott, ő meg nem tud dönteni, tehát képzelj el, én sokkal fontosabb vagyok itt, de mert teljesen mindegy, hol vez a mocskos kurvállat, meg már tök mindegy, mi történt, mert most már tegyük túl magunkat rajta, mert azóta eltelt 8 év, jó? Tehát te most beszéljük a 8 éves problémákat. Pillanat. Valahogy élnie kell a kurvállatnak is, meg a két hülyének is, jó? Tehát innen megy a pénz, be van zárva a tax office. Pillanat. Bank sehol, rendőrség sehol, kórház sehol, itt tartunk, jó? Az Évike dolgozott is be van zárva, nem tudom, hol fognak lakni ezek a buzeránsok.